Ismét fegyverropogástól volt hangos a dunaújvárosi lőtér. Városunkban ugyanis sportlövő bajnokságot rendeztek. Az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők. Salamon Tímea például Budapestről utazott Dunaújvárosba, hogy részt vegyen a bajnokságon. A fiatal nő 12 éve foglalkozik a lövészettel, és már számos versenyen indult. Májusban pedig a rendőrszolgálati pisztolylövő világbajnokság első helyezettje lett. Ezzel megszerezte a világbajnoki címet. A jövőre nézve pedig még számos terve van. Itt Magyarországon lesz jövőre az Európa-bajnokság ebből a szituációs lövészetből. Ott nagyon szeretnék egy nagyon jó helyen végezni, utána világbajnokság, szóval az elkövetkezendő években így nemzetközi színvonalon szeretnék kiteljesedni. Tímin kívül még 57 versenyző indult a megmérettetésen. A résztvevőket szakképzett bírók pontozták, akiknek sok mindent figyelembe kellett venniük. A lövőnek a megjelenését, mentalitását, ezt ugye amikor odalép már, akkor végignézek rajta, látom, hogy mennyire van felkészülve a feladathoz. Utána már a beszélgetés során kiderül, hogy jó, akkor benne bízok rám, kevésbé kell oda koncentrálnom, mert látszik, hogy gyakorlott, tapasztalt lövő. A versenyzőknek összesen 6 pályán kellett helytállniuk, a legjobbak pedig értékes nyereményekben részesültek. Mind az 5 kategória kupával és éremmel van értékelve, hát a verseny végén az majd átadásra fog kerülni. Általában mivel, hogy ezek egyébben egyszer rendezett verseny, például az IPS szakágon belül nekünk ez a nyár köszöntő, ezért ez elég neves díj, mert ezt évente egyszer tudja csak megszerezni országos szinten egy versenyző. A következő nagyszabású versenyt július 4-én rendezik meg a Dunaújvárosi lőtéren.